Szeretettel köszöntök mindenkit itt a Dobbantóban. Én Bojtos Zoltán vagyok, a Dobbantó egyik kitalálója, megálmodója. És szenvedélyes légszön hálózat építő. Szabadidőmben nagyon sokat sportolok, ahogy látjátok, mostanában semmi szabadidőm nincs. Néhány héttel ezelőtt hálózatépítő hölgyeket kérdeztünk meg erről a témáról, hogy hálózatépítés és női értékek és hasonlók. Ezeknek a beszélgetéseknek a felvételeit meg lehet találni a neten, YouTube csatornákon, Facebook, különböző Facebook profilokon. És most eljött az idő. Képzeljétek el, pillanatra hunjátok le a szemeteket, és képzeljétek el egy férfi klubot, egy úri klubot. Első vendégemet, Cérna Szabolcsot. Azonban mielőtt egy kicsit beszélnék róla, hogy ő kicsoda, sajnos a férfi klubokba nyakkendő nélkül senkit nem engednek be. És ahogy én látom, csak Szabolcson és rajtam van nyakkendő, ezért megkérem Spekt Józsit, aki a technikát kezeli, hogy mindenkinek a kameráját nincs. Nagyon örülök, hogy elfogadtad a meghívásunkat, mert én azt gondolom, hogy te egy olyan személy vagy a DXM-ben, különösen a magyarországi DXM-ben, akit nem lehet, nem észrevehet. Egy nagyon nagy csapatot vezetsz a pároddal, Tündével együtt, és én azt gondolom, hogy egy nagyon kiváló szponzor vagy. Ez bizonyítja az is, hogy az európai hálózatban neked van a második legmagasabb szinted. Crown Diamond vagy tudomásom szerint jelenleg. A párod, a Tündét is, akivel együtt építitek a hálózatot, akkor az első kérdésem rögtön az volna, hogy te a... Köszönöm szépen a kérdést, bár nem értettem tisztelt, mert szakadoztál, ha megismétled, az nagyon-nagyon jó lenne, mert akkor úgy könnyebbre válaszolni, de addig, mivel férfi klubhoz illik, lehet, hogy én is töltök addig magamnak egy konyakot, hát ha jobb lesz a hang, meg a hangod is. Szóval az volt a kérdés, hogy nemrég volt egy térműtéted, és most a hétvégén mégis egy félmaraton futottál, illetve hát Tündével együtt egy egész maraton, és hogy mi motivált téged ebben, hogy ezt megted, és hogy tervezel esetleg hosszabb távot, vagy úgy gondolod, hogy ennyi elég ez a félmaraton? Hát nagyon szépen köszönöm egyáltalán a meghívást, hogy megkaptam ebbe a Dobbantóval, hiszen nagyon hálásak lehetünk mindnyájan, hogy elindítottad ezt a webkonferencia sorozatot, és az, hogy így férfi klubba bekerülhettünk, és így elsőnek beszéltek ebbe a férfi klubba, ez meg különös megtiszteltetés, úgyhogy én köszöntök mindenkit, aki itt van. És akkor kezdjük is a válaszokat. Egy évvel ezelőtt volt egy térdműtétem, egy hátsó szallagszakadás, azt összevarták, és egyetlen egy dolog motivál. Ugye 51 éves elmúltam, 10 éve, több mint 10 éve ugye DXM-nel foglalkozunk, egészséget hirdetünk, és igazából nekem nagyon-nagyon régóta, mióta DXM-nel elkezdtem foglalkozni, azóta bennem van, hogy nem csak azzal kell példát mutatnunk, hogy fogyasztjuk a termékeket, és hogy itt vagyunk és hirdetjük, hogy igen, az egészséges élet az egy nagyon jó dolog, és termékeink hozzásegítenek ehhez, hanem példát kell mutatnunk abban is, hogy igen, az egészséges életmódhoz hozzátartozik a sport is. És ez egy saját kihívás volt, nem is az én kihívásom, hanem a Tündinek a kihívása volt, hogy ő mindenképpen szerette volna lefutni a félmaratont. Nekem ez nem volt terve, de mivel a Budapest félmaratonon, ami október 7-én volt, akkor nekünk egy üzleti találkozónk volt, pont a kárprogramosokkal lenne egy hétvége a Balatonon, és a Tündit megkértem, hogy örülnék, hogyha ő is ott lenne ezen a találkozón. Inkább cserébe megígértem neki, hogy lefutom én is a félmaratont, és akkor így menjünk el erre a maratoni rendezvényre, és akkor így két félmaratonból igazából lefutjuk a maratont. Úgyhogy az egésznek a története így volt,
de ez túl szépen hangzana, hiszen egy éve egészen tudatosan, tehát a műtétem után teljesen tudatosan készültem a felépülésre, rehabilitációt nagyon-nagyon komolyan vettem. Nem volt olyan nap, amikor ne gyakoroltam volna, ne edzettem volna a lábaimat a műtét után, odafigyeltem arra, hogy mikor kellett jegelni, és körülbelül egy-két-három hónapja viszont nagyon-nagyon komolyan edzői segítséggel is futok és edzek, úgyhogy én nagyon-nagyon büszke voltam most vasárnap, hogy lefutottam a félmaraton, de nem csak az miatt, hanem egy elég jelentős időjavulás volt ahhoz képest, amit egyáltalán elgondoltam volna magamról, hogy le tudok tudni. Hát azt gondolom, hogy erre mindenki büszke lehet egy félmaratonra mindenképpen. És a kérdésem másik fele az volt, hogy 42 kilométerre. Nincs, ugyanúgy, mint ahogy a félmaratonnál volt, jelen pillanatban még illetve ez nem igaz, már látom, hogy mikor lehetne megcsinálni, még nem tűztem ki magamnak, illetve nem erőteljes a célkitűzés. Jelen pillanatban, ami bennünk van, így tervként, és arra már be is neveztünk, hogy Balaton félmaratonra november 16-án, illetve a Spuri félmaratonra, az Öböl maratonra, ami Keszthely Szigliget között van március 6-án, ezekre beneveztünk, és Tündi azt mondta, hogy ő már megérett arra, hogy jövő októberben, amikor a Spár maraton lesz, akkor fussunk egy 30 kilométert. Én azt gondolom, mivel nagyon jó társak vagyunk a Tündinél, valószínűleg ebből is el fogom kísérni, és szerintem az utána következő évben maratonon fogjuk majd megméretetni magunkat. Tehát mire az ember beleér abba a fiatal korba, valószínűleg akkor érik meg arra, hogy maraton fusson. Köszönöm szépen. Itt a következő kérdésem az volt, de részben már meg is válaszoltad, hogy hogyan működsz együtt a pároddal, hogy van-e valamilyen munkamegosztás? Most a hálózati munkára gondolok. Igen, ez az egyik legjobb kérdés. Tehát nekem egy hihetetlen jó párom van. Egy olyan motiváló pár, egy olyan társ, aki az élet minden területén visz előre. És talán olyanok voltunk a kezdetén is, mint Ying meg Yang, bár nagyon sok területen nem, mert azért mindenképpen vezető típusok vagyunk, és elég kolerikusak voltunk, ezt most már nagyon szépen összecsiszoltuk, de nem volt egyszerű egyébként az életünknek az első része. Tehát most már több mint 29 éves házasok vagyunk, jövőre lesz jubileumunk, és ugye 10 év a DXM-ben is mondhatnám, hogy közösen építjük az üzletet, de ez nem igaz, mert az első 2-3 év azért eléggé egyedül volt, hiszen nekünk volt előtte egy MLM tapasztalatunk, amelyben a Tündi szerint nem úgy sikerült ez az egész, ahogy szerettük volna. Én szerintem pont úgy sikerült, ahogy csináltuk, tehát hogy rengeteg hülyeséget követtem el, és ennek láttuk következményét. De én azt nagyon tiszta fejjel kezdtem el a DXM üzletet, nagyon tiszta üzletet is kezdtem el egyébként, és ezt tiszta fejjel. És amikor a Tündi csatlakozott hozzám, igazából ő a gyengéimet húzta ki az üzletből, hiszen azért nem vagyok annyira egoista, hogy ne tudnám, hogy rengeteg gyengém van, és a Tündinek pedig nagyon, nagyon sok területen azok az erősségei. És így nagyon-nagyon jól ki tudjuk egészíteni egymást, hogy amiben én vagyok jó, azt én csinálom, amiben én nem vagyok jó, azt megkérem a Tündit, hogy abban segítsen, és hát ő ezt örömmel teszi. Van egy-két közös pont, amiben mind a ketten nagyon jók vagyunk, ott van egy egészséges rivalizálás kettőnk között, de ezt is szerintem nagyon jól kezeljük már. Így van, én azt gondolom, hogy borzasztó jó együtt csinálni valakivel. Nekem is olyan szerencsém van, hogy nem egyedül vagyok ebben az üzletben, hanem a párommal, és nagyon jó, ha ki tudod egy kicsit a másikkal tényleg ez. Egy nagyon érdekes kérdésem van, engem nagyon érdekel a válaszod, szerintem sokakat érdekel. Mennyire tartod lehetségesnek, és ki keresztvonala a másiknak? Lehet-e itt csapatot építeni? Természetesen lehet. Tehát ha nem lehetne, nem működne. Egy picit megismétlem talán a kérdést, mert volt egy szakadozás, lehet, hogy csak nálam.
Ugye annyi volt a kérdés, hogy mit gondolok a csapatépítésről, és mit gondolok leginkább arról, hogy a csapattársaim tulajdonképpen keresztvonalai egymásnak, akár a közvetlen frontvonalaim is, és hogy tudom én ezt így megoldani, vagy hogy gondolkozom erről. Az első és legfontosabb, hogy nem hiszem, hogy igazán keresztvonalai vagyunk egymásnak, de igazi konkurenciái nem. És talán ez a legfontosabb, ha mi igazi konkurenciái lennénk egymásnak, akkor most nem ülnénk itt egy szobában, és konyakoznánk együtt, hanem valahol szanaszéjjel lennénk, és mindenki próbálna a saját dolgait egyedül megcsinálni. Én abban hiszek, hogy mindenki erősebb csapatban. Nem véletlenül nekem a természet az egy hihetetlen nagy példakép. Ami működik a természetben, az működik az emberi világban is. A természetben úgy képesek például a zsiráfok, mondjuk a zsiráfok nagyon nagyok, úgyhogy nem, de mondjuk a gyengébb állatok is például úgy tudják megvédeni magukat, hogy csapatban vannak, és csapatban sokkal erősebbek, mint bármelyik legerősebb állat a természetben. És talán hihetetlen ereje van, hihetetlen megjelenése van például egy hatalmas nagy nyájnak. Tehát ott még egy medvé is elgondolkozik azon, hogy mondjuk bemenjen egy birkanyájba, csak azokkal próbálkozik, akik lemaradnak és külön próbálkoznak. Tehát, hogy a csapatnak mindenképpen óriási ereje van. A másik pedig az, hogy ugyanúgy, mint ahogy nekem vezetőnek, ugyanúgy az egyéneknek is megvannak a maguk gyengeségei. És egy csapatban ez nagyon-nagyon jól ki tudja egészíteni. Tehát, hogy mi csapatban nagyon tudjuk használni mások erősségeit. Például jelen esetben, ugye itt van a dobantó, neked hihetetlen nagy tehetséged van ahhoz, hogy online dolgokat megalkossál, létrehozzál, szervezzél, és mi ezt nagyon-nagyon jól tudjuk használni. Cserébe nagyon sok olyan offline rendezvény van, olyan offline találkozó, amiket megpróbálunk mi szervezni, és örömmel látunk természetesen benneteket is. Tehát, hogy a csapatban való együttműködés az nagyon-nagyon fontos. A másik pedig, hogy egy picit inspiráló is, amikor csapatban dolgozunk együtt, hiszen egy csapatban mindenki látja a másik tevékenységét. Sokkal nagyobb a felelősség, hiszen egy csapatban minden csapattagra hárul valami, ha más nem az, hogy a szomszéd néz, vagy a másik vonalból néznek engem, hogy én mit csinálok, és ez a felelősség, ez mindenképpen egy munkára és teljesítményre inspirál. Úgyhogy én nagyon-nagyon szeretem a csapatmunkát. Én tudom, hogy az online-ban egy picit más, hiszen az online-ban nagyon sokat számít a kreativitás. És ugye, ha van valakinek egy kreatív ötlete, és azt megosztja, onnantól kezdve nagyon sokáig nem egy kreatív ötlet, de ennek ellenére akkor is azt gondolom, hogy akkora az online világ is. Olyan sokunk számára van lehetőség, hogy 20 gyémántot létrehozzunk, és elérjük a koronás követ, a legmagasabb szintet, hogy nem hiszek abba, hogy igazából konkurenciájai tudunk lenni. A keresztvonalazás meg egyetlen egy dologra számít, vagy egyetlen egy dologban számít, és a vezetőknek ebbe van felelőssége, hogy a keresztvonalazás nem tudjuk ma már kikörülni. Régen ugye minden MLM hálózatban ott voltak a szigorú törvények, hogy ne keresztvonalaz, csak arra figyelj, amit a mai napig is igaz, hiszen a számok alapján, a statisztikák alapján igazából a szponzor és a szponzor vonal látja azt, hogy mire van leginkább szüksége az üzletársaknak. Egy picit most itt hangzó csillós lehet, hogy... Bocsánat. Semmi gond. Tehát egy picit talán ennyi a keresztvonalzás, hogy ma már nem tudjuk elkerülni, hiszen a közösségi médiában az kommunikál egymással, aki akar. Tehát nem tudjuk ezeket a dolgokat kivédeni, nem is biztos, hogy ezt nekünk ki kell védeni, inkább az a hangsúly, az az igazán nagy hangsúly ebben, hogy pozitívumot adjunk át a másiknak. Abban van felelősségünk, hogy igen, a jót adjuk tovább, hogy azt próbáljuk meg a másikkal megosztani, hogy mi az, ami igazán motiválhatja őt. Nem feltétlenül szakmai és hálózatépítő tanácsokban, hiszen abban ott van a szponzor, de az egyetlen egy rossz dolog lehet, amikor negatív dolgokat adunk más vonal partnereinek, az elég káros, és ezt nagyon károsnak tartom. De a csapatépítésben minden vezetőnek talán ez a legnagyobb felelőssége,
hogy egy nagyon pozitív és egységes kommunikációt hozzunk létre, és ezt elépítsük nem csak a saját, hanem más csapatoknak a létét és a lehetőségeit is. Igen, még teljesen egyetértek veled. Hát én azt gondolom, hogy tényleg úgy van, hogy mindent lemásolnak. Tehát ez manapság már, ha bárki kijön egy jó ötlettel, azt le lehet másolni. Ha le tudja másolni, mert ez egy kicsit olyan dolog, hogy én hiába tudom, hogy a Marász Zsuzsi hogy futja le a Spárta, egyik lábát teszi a másik után. Én akkor se tudom utána csinálni, ha tudom is, hogy mit csinál. Szóval ez egy picit ilyen dolog szerintem. Te igyekszel-e az üzlettársakkal baráti viszonyt is kialakítani, vagy inkább megtartod azt a három lépés távolságot, hogy ez egy üzleti kapcsolat, és nem keverjük a magánéletet úgymond az üzlettel? Nekem talán a személyiségemből fakadóan is, én az első pillanattól kezdve igyekszem baráti kapcsolatot kiépíteni. És két ok miatt. Az egyik ok az, hogy igazán jó és szoros baráti kapcsolat, vagy üzleti kapcsolat nem létezik bizalom nélkül. Uh-huh. És ha két partner között erős a bizalom, akkor előbb-utóbb kialakul egy baráti kapcsolat is. Tehát, hogy ez az egyik oka. A másik ok, hogy zömében, amikor mi már üzleti kapcsolatra lépünk, akkor előtte már kialakul egy erőteljesebb bizalom, egy baráti kapcsolat, tehát nagyon nehéz lenne ezt visszaállítani üzletivé. Ugye sokan mondják, hogy igazán egy nagyon jó baráttal, vagy akár családon belül egy gyerekkel, vagy szülőkkel nagyon nehéz együtt dolgozni, és ez igaz, mert túl szoros a kapcsolat, és sokan nehezebben fogadják el azokat a tanácsokat, amiket mondasz neki, de azt gondolom, hogy ez nem befolyásolja azt, hogy itt mi mindnyájan nem véletlen egyébként, hogy Dékszenben nagyon erőteljes is ez a család megnevezés, ez a Dékszen család megnevezés. Próbálunk olyan viszonyt kialakítani a másikkal, ami egy baráti viszony, hiszen egy baráti hangnemben sokkal, de sokkal könnyebb együtt dolgozni, sokkal könnyebben jönnek mások be egy olyan közösségbe, ahol látják, hogy jó kapcsolatok vannak, jó barátságok vannak, és nekik is lehetőségük van arra, hogy egy jó csapatba kerüljenek. Jó, köszönöm szépen. És most egy kicsit evezzünk olyan vizekre, hogy ugye azt szokták mondani, hogy az MLM-ben bárki sikeres lehet. És te mit gondolsz arról, hogy vannak esetleg olyan tulajdonságok, amik egyszerűen gátolják, vagy szinte lehetetlenné teszik az MLM sikert, vagy van-e olyan tulajdonság, ami meg szinte automatikusan sikerre visz, hogyha belevágsz? Ez egy örök kérdés szerintem mindenkinek, hogy ki lehet sikeres az MLM-ben. Mert ha találkozol te is egy újjal, vagy én is egy újjal, vagy itt bárki találkozik egy újjal, a legtöbb ember az első pillanatban nem hiszi el magáról, hogy lehet sikeres. Tehát te előbb elhiszed róla, hogy lehet sikeres, én is előbb elhiszem róla, hogy lehet sikeres, ő viszont kevésbé hiszi el magáról. Tehát az egyik gát az nem az, hogy nem lehet valaki sikeres, hanem az, hogy ő nem hiszi el magáról. Most az, hogy ő nem hiszi el magáról, ugye ennek vannak okai. A múltbéli tapasztalatok, a kudarcok, az élmények, ami az életében volt, mindegy neveltetés, nagyon-nagyon sok mindenből hozhatja. Én valóban hiszek abban, hogy bárki érhet el sikert. Csak az út az nem lesz egyformá. Van, akinek akár egy hónap, öt hónap, vagy akár egy év alatt nagyon nagy sikereket tud elérni az MLM-ben, mert már felépítette önmagát annyira, megtanult egy csomó dolgot, amit meg kell a kommunikációról, az emberekkel való bánásmódról, a vezetésről, saját magáról, ami nagyon-nagyon fontos, hogy a saját önbizalmát már felépítette, és aki így kezd egy MLM üzletet, ugyanak sokkal gyorsabb a siker. De legtöbben nem így kerülnek be. A legtöbben tele kudarcélményekkel, csalódásokkal, olyan önbizalom problémákkal, amivel először saját maguknak kell megküzdeni. És egy szponzor szerepe talán abban lehet, hogy ezt az utat végigkísérje a partnerba, és elhiggye, hogy lehet, hogy ez két évig tart, három évig tart, mire egyáltalán a saját önbizalmát visszadolgozza, és lehet, hogy addig rendezvények, könyvek, webináriumok segítik a saját tehát hogy visszajön és elhiggye önmagáról, hogy ő is képes rá, és ha ezt az utat ő kibírja, és végigcsinálja, akkor ugyanúgy lehet sikeres, mint az, aki már ezekkel a képességekkel, vagy ezekkel az adottságokkal az elején nekivág.
Abszolút egyetértek veled, tehát ez tökéletesen így gondolom én is. És mit javasolnál a saját gyerekednek? Hogy tanuljon azért egy rendes szakmát, vagy csak nyomja ezzel az emelemet, mert ebben van a jövő, vagy ebben van a lehetőség. Ez a mi esetünkben egy elég speciális kérdés, hiszen mind a két gyerekünk tagja a hálózatnak, és mind a két gyerekünk a maga nevében aktív is a hálózatban. Viszont mivel mi több mint 10 éve vagyunk az üzletben, a kisebbik gyerekünk 23, hát nem csak a kisebbik gyerekünk, mind a két gyerekünk általános iskolás volt, és ők belenőttek abban, hogy a szülei a DXN-nel foglalkoztak. Ők látták végig azt, hogy mit csináltunk, mi mentünk keresztül, milyen munka volt. Marcinak még volt egy ilyen kis elhíresült videója is, egy hajón csináltuk, amikor mondta, hogy az a sok száraz kenyér, amikor otthon hagytuk, és vagy száraz zsemi, amit neki kellett megcsinálni, hogy mennyire más most már, amikor ITC-i utakon egy hajón velünk együtt az étterembe szolgálják ki, tehát hogy más a perspektíva, de soha nem, a kezdetektől sem mondtuk azt, hogy milyen irányt kövessenek. Mi próbáltunk egy példát megmutattuk, és folyamatosan ez a célunk, hogy egy olyan példák legyünk számára, ami követhető és ami vonzó lehet számukra. De a döntés természetszerűleg az őék, és nagyon örültem, hogy mind a kettő elvégzett főiskolát, mind a kettőnek van szakmája, mind a kettő dolgozhatna is a szakmájában, az Anett dolgozik is a szakmájában, és az mellett csinálja az üzletet. Jelen pillanatban a Marci főállásban DXN hálózatot épít, de ő is elvégezte az edzői szakot, szeretne gyerekekkel foglalkozni, kosárlabdát oktatni nekik, tehát hogy én is szeretném, hogyha színesebbé válna az életük, mert az MLM az egy csodálatos eszköz arra, hogy igazán tudjuk élni az életünket, de nem az életünk. És ez talán nagyon-nagyon fontos megérteni, hogy nagyon sokan ezt mondják, hogy hú, nekem a DXN az életem, nekem az MLM az életem. Én ilyenben nem hiszek. Az élet az arról szól, hogy örömködjünk, élvezzük a természetet, kiránduljunk, társakkal, barátokkal legyünk. Ez az élet. És az, hogy mi a DXN üzletéből nagyon-nagyon jól élünk, jól keresünk, ez csak ahhoz segít hozzá, hogy igazán élni tudjunk, hogy kimenjek a vitorlásra, nekem ez pont ugyanolyan fontos, mint hogy egy új embernek elmagyarázzam, hogy mire jól gondol el ma. És ezt a példát szeretném a gyerekeimnek is továbbadni, hogy igenis a DXN az egyik legjobb lehetőség és a legjobb eszköz arra, hogy élni tudjon. És ezt kívánom mindenkinek, hogy ezt megértse, és akkor talán nem egy vagy két hónap alatt akar azonnali sikert, hanem azt mondja, hogy ez egy életút, és az, amit jelen pillanatban csinál, az mellett felépíti a saját üzletét, a DXN üzletét, ad egy anyagi stabilitást, és egyszerűen elkezdi élvezni az életet. És hogyha már élvezi az életet, az ő döntése, hogy akar-e a DXN mellé más tevékenységet adni. Egy olyan kérdésem van, amit nem tudom, hogy rajtad kívül bárki másnak a DXN-be fel tudnék-e tenni, ugyanis neked van egy hagyományos vállalkozásod is, és egy MLM vállalkozásod is. Szerintem te abszolút autentikus vagy abban, hogy mi a hasonlóság, és melyek a legmarkánsabb különbség a kétféle vállalkozási típus között? Igen, ráadást olyan vállalkozásom van, ami a saját gyerekem. Azt tudni kell, hogy 22 évvel ezelőtt indítottunk el egy vállalkozást. Jelen pillanatban több mint 160-an dolgoznak abban a vállalkozásban, és nagyon-nagyon klassz emberekkel dolgozok együtt. Nagyon klassz önmaga a vállalkozás, nagyon klasszak a partnereink, tehát hogy azt tudom mondani, hogy mindent lehet élvezni, hogyha az ember örömmel csinálja. Hozzáteszem, ez is megváltozott azóta, amióta DXN-nel foglalkozok, hiszen sokkal jobban tudok arra figyelni, ami benne van a vállalkozásban, a maguk az emberek, hiszen addig, amíg csak a vállalkozásodból élsz, és csak a pénz számít, addig egyetlen egy dolgot figyelsz, és elfelejted, hogy mi az, ami összeteszi, és mi az, amitől működik ez az egész. És az a pénzcentrikusság egyébként, ami a vállalkozások zömét uralja, az nagyon sokszor tönkre teszi egy vállalkozáson belül is azt a hangulatot, hogy elnyomja az embereket, és elnyomja azt a hangulatot, amitől igazából egy munkahely jó lenne. Viszont a másik, amit látok, hogy egy óriási nagy rabság tud lenni egy vállalkozás, egy hagyományos vállalkozás, hiszen ott van benne
az ember nap mint nap aggódik a bevételek miatt, hiszen nem egy passzív bevétel, a legtöbb vállalkozás nem egy passzív bevételt nyújt, hanem folyamatosan megrendelők után kell menni, folyamatosan szolgáltatni kell, folyamatosan ott kell lenni, és ez az állandó jelenlét, ez nagyon-nagyon sok embert ki tud égetni, meg a leginkább egyébként, ami nekem pont az MLM-ben és a DXM-ben tetszik, hogy leginkább azt veszítik el az emberek a hagyományos vállalkozásban, hogy igazán élni tudjanak. Amit tud adni az MLM, azt nagyon nem tudja megadni egy hagyományos vállalkozás. De amit az előbb mondtam, hogy azt gondolom, hogy egy MLM, még hogyha nagyon profin és nagyon jól csinálod, és beleteszel napi 3, 4, 5, 6 órát, de ezt azt gondolom, hogy nagyon kevesen teszik bele, még a legprofibbak és a legaktívabb hálózatépítő között, az mellett is te a saját munkádat, a saját vállalkozásodat, vagy bármit, amit jelen pillanatban csinálsz és szeretsz, tudod üzemeltetni. Tehát te lehetsz profi több területen, és azt gondolom, hogy az igazán nagy vállalkozók ma Magyarországon bemutatták már, és bemutatják most jelen pillanatban is, hogy nagyon sok ágazatban, sőt, nagyon sok teljesen eltérő ágazatban tudnak nagyon nagyot nyújtani, mert ha több területen dolgozol, akkor egyetlen egy dolgot kell megtanulnod, de nagyon, hogy vezetőként hogyan működj, és vezetőként hogyan irányíts dolgokat. Tehát ez a kettő között a különbség, de ez talán egy óriási nagy segédlet is abban, hogyha valaki ezeket a dolgokat megtanulja, akkor egy hálózaton belül hihetetlen módon tudja alkalmazni a hatékonysággal, a kommunikációval, a szervezettséggel. Én a tündi látom, hogy mekkora óriási ereje és potenciálja van abban, hogy ő multicégnél vezetőként dolgozott, mert az a szervezettség, amivel például ő nyúl bizonyos projektekhez, vagy dolgokhoz, vagy ötletekhez, arra én például nem vagyok képes, illetve természetesen képes vagyok, csak hogy az a rutin, ami neki az évek folyamán kialakult, az egy óriási előny. Tehát, hogy nagyon jól ki tudják egymást egészíteni, de hatalmas nagy különbség van abban, hogy az MLM szabadságot azt nem tudja megadni egy hagyományos vállalkozás. Köszönöm szépen. Milyen hosszúra tervezel előre, Szabó? Én ezt nagyon sokszor hangsúlyozom, hogy ez egy generációs üzlet. Én nem ajánlanám és nem biztatnám a gyerekeimet, hogy foglalkoznak a DXN-nel, hanem hinném abba, hogy ez még 30 vagy 40 év múlva is üzlet lesz. És nem tudjuk, soha senki nem tudja, hogy mit hoz a jövő, de az, ami a DXN menedzsmenten látszik, a DXN tulajdonosán látszik, a beruházásokon látszik, az egyértelmű, hogy nagyon-nagyon hosszú távra tervez a DXN. Nekem nem kérdés, hogy a DXN mellett állok addig, amíg a DXN ezekkel a tervekkel, ötletekkel áll elő, és ezekkel a beruházásokkal áll elő, hiszen én nem látok a piacon ehhez hasonló minőségű és olyan terméket, ami ilyen széles körben tud támogatni és segíteni embereknek, és úgyis megvásárolják a termékeiket, amikor semmiféle üzleti érdekeltségük nincs. Sőt, nem csak, hogy üzleti érdekeltségük nincs, hanem én nagyon sok olyan embert ismerek, aki úgymond idézelvetett más MLM hálózatot épít, és itt vásárolja be az egészségéhez szükséges termékeit, mert tudja nagyon jól, hogy lehet, hogy valahova elment gyorsabb pénz reményében, de a termékek azok sokkal inkább szolgálják a DXN termékei az ő egészségét. Úgyhogy ha tőlem kérdezel, az biztos, hogy én az elmúlt három, vagy az elkövetkezendő 30 évet a DXN mellett látom. Valószínűleg unokáim is reményeim szerint majd kapják azt az ikletet és azt a példát generációkon keresztül, hogy igenis a DXN tud ilyet nyújtani. És erre már van példa egyébként nagyon sok, például Fülöp-szigeti hálózatban is nagyon sok olyan koronás követet látok, akik generációkon keresztül mutatnak példát, és egy olyan életet élnek, ami példa lehet nagyon sokunk számára. Köszönöm szépen, hogy elmondtad, és tényleg nagyon érdekes lenne megnézni, hogy amikor már az unokát csinálják, azért az egy érdekes történet lenne. És a legvégén villámkérdések következnek. Az összes vendég közül, akit én megkerestem ezzel, hogy a Férfi Klubban szívesen meginterjúvolnám őket, Specht Józsi, mert te voltál az, aki vállaltad ezt, fogalmat sincs a kérdésekről, nem mondtam el soha. A és B között kell választani, és nem fontos megmondani, hogy miért ezt választottad. Megmondhatod, de nem fontos.
Szóval, következzen. Első kérdés. Ha hajóút Dr. Lim költségén, akkor a norvég fjordok vagy a földközi tenger? Norvég fjordok. Köszönöm. 1/1-es vagy kis csoportos bemutató? 1/1-es. Ha nyári vezetőképző tábor, akkor Somorja vagy Pravet? Eddig ez a legnehezebb kérdés. Akkor lehet, hogy Somorja. Lehet, hogy Somorja. Jó. Figyelj, mondok két nevet. Budimán Szalim vagy Szulajmán Abdulrahman? Tudtam, hogy nehezebbnél nehezebb kérdések, de a Szulajmánhoz annyira erős és közeli szálak fűznek, hogy Szulajmán. Oké. Okay. Kávé vagy tea? Kávé. Kávé. A kávéd legyen kapszulás vagy tasakos? Tasakos. És az utolsó kérdés. Lehet, hogy egy kicsit szemét kérdés. MSC Splendida vagy a Cucu? Cucu. Jó, köszönöm szépen. Szerintem befejeztük a Férfi Klubnak az első adását. Nagyon köszönöm, hogy itt volt. Elnézést a technikai bakikért. Hozok egy baltát, és elintézem a számítógépemet. És Spekt Józsit megkérem, hogy kapcsolja le a felvételt. Melyik az a legfontosabb tanács, amit egy kezdőnek adsz? Ez változott. Az elmúlt 10 év alatt nagyon-nagyon sokat változott. Amikor elindult az üzlet, akkor igazából nem kellett senkinek sem tanácsot osztogatni, mert mindenki érezte azt, hogy valami új indult, valami új kezdődött, és hogy az önmagában egy pesgést adott mindenkinek, és okot arra, hogy megossza a másikkal, hogy figyelj, találtunk valami olyan hihetetlen gombát, amiről biztos te se hallottál, mi se hallottunk, senki nem hallott. És ugye ez az idővel szép lassan változott. Tehát, hogy ennek a ma már 10 év után nem lehet azt mondani, hogy ez egy új piac. Viszont megdöbbentő, hogy nap mint nap én találkozok olyanokkal, akik már találkoztak a Ganodermával, hallottak a Ganodermáról, viszont még nem tagjai a hálózatnak, vagy éppen, hogy csak egyszer valakitől kipróbálták, és nem fogyasztották. Ugye most, akik csatlakoznak, és nem csak most, régebben is akik csatlakoztak, elsősorban kivétel nélkül mindenki a termék oldaláról indult el először. Én személy szerint én is, hiszen ugye ez is egy sláger volt mindig, de a Kocsó Laci ezt tényleg mindig elmondta, hogy ugye én az első találkozóra sem mentem el, mert jó szél volt a Balatonon, de ez így igaz, tehát hogy nem gondoltam, hogy abban százszerűen biztos voltam, hogy a termékeket fogyasztani kell, de nem gondoltam, hogy ebből üzletileg valami lesz. És a mai napig azt látom, hogy ha valaki nem szerez hitet a termékben, nem érez tapasztalatot a termékben, nagyon nehéz lesz komolyan üzletileg nekiállni. Mert nekem, és szerintem itt nagyon-nagyon sok vezetőnek már közületek, jöttek be olyan szponzorátjai, akik nagy MLM grup voltak, és azt mondták, hogy megváltják a világot. És valahogy ezek a nagy megváltók, ezek mindig eltűntek, de megnéztem, hogy miért, nagyon egyszerű volt, őnekik 100 vagy 100,5 pontjuk volt minden hónapban, tehát hogy ki volt centízve, hogy semmi másért nem vásároltak a termékeket igazából, csak az, hogy meglegyen üzletileg az a kötelező pontérték, amitől a bónuszt megkapják. De én a mostani csapatunkat, ahogy látom, akik a forgalmat adják, a stabilitást, a passzív bevételt, azt látom, hogy olyan emberekkel van tele, akik saját egészségükért vásárolják a termékeket, nagyon-nagyon komoly terméktapasztalatuk van, és ezt nagyon stabilan és biztosan meg tudják osztani. Tehát az első tanácsom mindenképpen az, hogy ismerkedj meg az összes termékkel, magadon ismerd meg a termékeket, hogy milyen hatással van, és ezek után viszont ez a futásból jött, és az első kérdéshez kapcsolódik, hogy nekem hatalmas nagy, vagy nekünk a Tündivel hatalmas nagy szerencsénk van, hogy egyáltalán össze megismerkedhetünk és találkozhatunk egy olyan hölgyel, akit úgy hívnak, hogy Marály Zsuzsa. És én nem tudom, hogy valaha edzettem-e annyira tudatosan, igaz, hogy csak heti 3 edzésünk van, de hogy valaha edzettem-e annyira tudatosan, mint mostanában. És olyan szinten tudom hónapról hónapra a teljesítményemet növelni, ami egyszerűen lenyűgöző. És nagyon sokat gondolkodok ráadást futás közben, és
nekem az jutott eszembe, hogy nagyon sokszor, ugye én is saját magamnak is ez volt a véleményem, hogy igazából mindenkinek kell egy belső motiváció, és hogy akinek megvan a belső motiváció, az úgyis meg fogja csinálni az üzletet. De mindnyájan tapasztaltuk, és mindnyájan látjuk, hogy ez a belső motiváció az embereknek töredékébe van meg. Tehát hogy olyan kis százalékába, 2-3 százalékába talán, amit hogyha csak erre hagyatkozunk, akkor egy csomó olyan embert engedünk el a saját hálózatunkba, akik egyébként támogatással, segítséggel sokkal többre lennének képesek. Persze kell egy hajlandóság, és pont a kárprogramosokkal, amikor volt október eleje óta, elkezdtünk mi is, hogy mi van akkor, hogyha ez az edzésterv működik a sportban, akkor ez az edzésterv kell, hogy működjön az üzletben is. Hogyha mi felállítunk olyan heti edzésterveket, amelyek alapján van hétfőn valami, kedden valami, lesz szerdán lehet, hogy pihenőnap van, mert ugye a sportban is van pihenőnap, meg szombaton is, de heti 5 nap van aktivitás. És ugyanúgy felépítve, mint a sportban, hogy kezdjük el, induljunk el a picitől. Tehát, hogy a legtöbb ember attól riad meg, hogy mondjuk az első héten úristen fel kell hívnom egy 100-as névlistát, mert ha nem hívom fel, vagy nem csinálok olyan posztot, 180 posztot, amire legalább van egy belépő, akkor megriadok. De ti is tudjátok nagyon jó, hogy borzalmas energiákat vonz el, főleg az elején egy-egy telefonhívás, vagy egy posztnak a megírása, akinek nincs gyakorlata, vagy egyáltalán az online-ban elindulni, a tanulás minden, hogy ez olyan szinten elveszi az energiáját az elején, hogy a következő héten azt mondja, hogy kell a fenének. Ez olyan, mintha a félmaratont én az első héten szerettem volna lefutni, valószínűleg belehaltam volna, hánytam volna 2 utána, és azt mondtam volna, hogy az életben nem akarok futni. És ez az, ami talán ma már másképp gondolok, hogy a DXN üzletben is ugyanígy van. Egyszer a Bánhidi Józsi mondta, hogy nem onnan kezdődik az, ha valakiből vízilabda válogatottat akar, hogy belöki a vízbe, aztán ússzál le, mit tudom én, több száz méter, hanem bedob neki egy labdát, és labdázzál addig, ameddig jól érzed magad, és ennél többet akarsz, akkor szépen legyen, de hogy ez tudatos legyen. És visszatérve egy picit, párvezetőnkkel elkezdtünk ezen az edzésterven dolgozni, pontosan most már 3 hete, és látom rajtuk is, de azt hiszem egyébként vagytok itt közülük pára, meg is tudjátok erősíteni, hogy látom rajtuk azt, hogy folyamatos fókusz kapnak azáltal, hogy tulajdonképpen csak egy e-mailes kommunikáció zajlik vasárnaponként, amiben az előző hetes dolgokhoz képest egy javaslatot kap, egy edzés javaslatot, egy üzleti terv javaslatot kap a következő hétre, de hihetetlen motiváló, és nekem vasárnaponként olvasni ezeket az e-maileket, hogy mit valósítottak meg azok a vezetők, akik esetleg előtte jó pár hete, vagy jó pár hónapja nem csinálták meg, vagy nem tettek semmit a DXN üzletbe, ez nekem is egy óriási tapasztalat. Tehát ma azért a mai gondolkodásomban mindenképpen azt látom, és ez nagyon sokat adott hozzá a futás és a sport, hogy igenis azzal, aki szeretne eredményt elérni, azzal közösen egy szponzor fel tud építeni egy olyan edzéstervet, ami mindenkinek a saját adottságához, tehetségéhez, időhez van felépítve. Nincsenek benne nyomások, mert én is bármikor mondhatnám azt, hogy nem futom le, hanem van egy nagyon erős elköteleződés és egy tisztelet a mentor felé, hogyha ő hajlandó foglalkozni velem, hogy hozzám, rám mérve csinál egy tervet, akkor nekem is legyen egy olyan hozzáállásom, hogy akkor ezt megcsinálom. És hogyha ez működik egy mentor, egy szponzor és egy üzlettárs között, akkor ez csodákra képes. És talán a mai gondolkodásommal úgy, hogy amit talán ez a félmaraton is hozzátett, azt gondolom, hogy ennek nagyon nagy jelentősége lehet a DXN üzletben is, hogyha ezen valaki komolyan elkezd dolgozni, és komolyan elkezd gondolkodni. Hát nem semmi, köszönöm szépen. Ez fölért egy ilyen, nem is tudom, egy szemináriumban, amit érdemes volna a színpadról is elmondani. Nem gondoltál rá, hogy színpadról is elmondja, de ezt majd mindenkinek. De szeretném, terve van, viszont azzal a kis csapattal, akivel elkezdtünk dolgozni ezen, ez egy évvégig tartó projekt. És hogyha reményeim szerint az, amit kitűztünk, hogy el fogunk érni, és ennek a tényleg egy 3 hónapos eredményét már látjuk annak, hogy mi változott meg azáltal, hogy egy edzéstervvel, egy folyamatos fókusszal az üzletben megváltozik, akkor azt gondolom, hogy akkor való ez színpadra. Egyelőre ezek azok a gondolataim, amelyek 3 hónapos futás után arról a teljesítményről, ahol én álltam, eljutottam egy olyan teljesítményre, amit soha nem gondoltam volna már magamról 51 évesen,
és ez semmi másnak nem köszönhető, hanem egy teljesen tudatos, felépített edzéstervnek, egy olyan emberrel, akit tisztelek, és akitől elfogadtam azt, hogy felém ad nekem egy olyan tervet, amit nekem adott az én pulzusom szerint, az én fizikai adottságaim szerint, és kihozta belőlem azt a lehető legjobbat, amit jelen pillanatban bírok. És tudom, hogy ennél van még följebb, és ezt ő ki fogja tudni belőlem hozni, de azt is tudom, hogy az üzlet pont ugyanígy működik, és pont ugyanígy ki tudjuk hozni egymásból. De ez visszatérve szintén egy baráti és egy tiszteleten alakuló kapcsolat kell, ahol egy szponzor és egy üzlettárs együtt tud működni. És hogyha ezt mindjárt be tudjuk vezetni a DXN üzletébe, akkor olyan növekedést érünk el, azt gondolom, hogy globálisan, magyarországi szinten, vagy más európai szinten is, hogy talán ez a gondolkodás lehet, hogy új utakat fog bevezetni nálunk.